Samsung most jelentette be nemrég az új Xeon processzorokkal, az új Nehalem processzorokkal szerelt gépeit. Mi ebben a processzorban különleges? Hát a Nehalem processzornak az igazán nagy különlegessége az az, hogy különösen ezeknek a szerverekbe szánt változatoknak, hogy egy új típusú interconnect, egy összeköttetés van ebben, ezekben a CPU-kban, aminek az óriási előnye az, hogy sokkal szebb és sokkal elegánsabb architektúrájú számítógépeket lehet belőle építeni, és nem utolsó sorban sokkal gyorsabbakat és sokkal nagyobbakat is. Ez egy olyan, mondjuk úgy, hogy adósság volt, amit az Intelnek már régóta törlesztenie kellett volna, és ez most végre megtörtént. Tehát ezek a processzorok felszabadultak egy olyan teher alól, ami korábban ott volt rajtuk, amelyek akadályozták, hogy kibontakozzon a teljes számítási képességük, adott feldolgozási képességük is, ez most végre megtörtént. Persze számos egyéb dolog is változott a processzorban. Megnőttek a gyorsítótárak, rengeteg olyan funkció került be, ami a virtualizációt támogatja, és hát nem utolsó sorban maguk a CPU maguk, amelyek ténylegesen a számítási feldolgozást vagy adatfeldolgozást végzik, ők is lényegesen gyorsabbak lettek. Tudom, hogy egy számítógép teljesítménye rengeteg dologtól függ, de mondjuk ha csak a processzort néznénk, akkor a processzor teljesítménye mennyivel nőtt meg mondjuk egy régebbi Xeonhoz? Hát erre azért nagyon nehéz válaszolni, mert a memória arrendszer is jelentősen megváltozott, de hogyha nagyon sarkítani kell, akkor úgy gondolom, hogy egy 60%-os teljesítmény növekedés érhető el csak a processzorban bekövetkezett változások miatt. Ez nagyon komolynak számít. A Solaris az mennyire támogatja ezeket az új processzorokat? A hivatalos bejelentésen egy időben tette közé a Sun a Solarisnak azt a változatát, amely jelentősen optimalizálta ez a CPU-hoz. Ez sok mindent jelent, nyilván az új virtualizációs képességek támogatását, de ami ennél talán még fontosabb, az az új gyorsítótár architektúrát és magát a buszt, azt az új technológiát. Ehhez szintén lehet igazítani, meglepő módon lehet igazítani az operációs rendszert, hogy optimális döntéseket tudjon hozni, hogyan teríti az alkalmazásokat a memóriában, hogyan ütemez különböző feladatokat, és ezek mind a Solarisnak részei. Nem utolsó sorban pedig a Solaris egy kiváló platform arra, hogy adott esetben nagyobb számítógépeken is jól működjön, ahol sok processzem, sok processzorom, sok magom, sok fonalam van párhuzamosan, amelyeknek a feldolgozása, az elrendezése egy ilyen számítógépen belül azért rendkívül fontos és nehéz feladat, tehát egy operációs rendszer nagyon jól kell csinálnia. Ebben a Solarisnak lassan 20 év tapasztalata van. Hogy néz ki ez az új szerver paletta? Hát alapvetően 4 szervert és 2 pengét jelentett be a Sun. A 4 szerver közül az egyik egy belépő szintű szerver, amely mondjuk úgy, hogy a legolcsóbb elérhető szerverek közé tartozik ebben a kategóriában. 3 pedig a nagyvállalati követelményeknek megfelelő redundáns tápellátású, komolyabb felépítésű, robusztusabb, masszívabb, megbízhatóbb rendszer, de még mindig alapvetően picike dobozban, tehát 1 vagy 2 rekinitos méretben. A 2 penge közül pedig az egyik pengénknek a különlegessége az, hogy ez noha fizikailag egyetlen penge, de mégis 2 teljes komplett számítógépet tartalmaz.